A Sóstói Múzeumfaluban ünnepeltek a MÁV dolgozói. Ebben az évben közel 8000-en látogattak el a 67. vasutas napra Nyíregyházára. A férjem mozdonyvezető, úgyhogy mindenféleképpen jöttünk. Szeretnek itt találkozni és itt szórakozni együtt. Én úgy gondolom, hogy a vasutas kollégákkal közösen kell dolgozni, hiszen a mindennapokban is közösen dolgozunk, és ha munkába együtt vagyunk, akkor az ünneplésen is együtt kell, hogy legyünk. 1951-től augusztus 1961-től pedig július 2. vasárnapján ünneplik a vasutas napot a kormány határozata alapján. A kezdeményezés jótékony céllal indult több évtizeddel ezelőtt. Ez az ünnep már a 67. ünnep, 1950-ben volt az első vasutas nap, amelyik az első vasutas napnak tulajdonképpen az lett volna a jelentősége, hogy a szegény gyerekeket segítsenek. Tehát ami különböző műsorok, rendezvények vagy amik voltak, azoknak a bevételeit a szegény vasutas család gyermekeinek ajánlották fel. Idén fogadták el a MÁV és a szakszervezetek közös béremelési megállapodását, hangzott el a nyíregyházi vasutas napon. Ezt a vállalat sajtóközleményben is megerősítette. Ennek értelmében idén 13%-kal, jövőre 12%-kal, 2019-ben pedig további 5%-kal emelkednek a dolgozói bérek. Ez közel 38 ezer főt érint. A vasúti hálózat is fejlődik a következő években, ezt nemrég jelentette be a közlekedés politikáért felelős államtitkár. Olyan beruházások valósulnak meg, amelyek többek között segítik a nagyobb közlekedési sebesség elérését, és fejlesztik az internetes jegyértékesítést is.